a gyerekek, mi lesz ebben? Szia! Szeretnék kérni 200 megnegetszet. Mehet! Check-in 1-2. Szavaztok, srácok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hogyha még nem találkoztunk volna, én Joel Junior vagyok. Hallod, ez a szöveg, hallod, már így ösztönből, rutinból, így ilyen mélyről tör elő. Remélem, jól vagytok, mosolyogtok eleget. Helyes. Hát láthatjátok, hogy eléggé kezd besötétedni, ami azt jelenti, hogy jön a vacsora idő, és igen, a címből már biztos kitaláltátok, kipróbáljuk ezt a challenge-et. A lényeg az, hogy lesz 200 darab megnegetszünk, ha egyáltalán kiszolgálnak, és megpróbáljuk majd négyen megenni. Négyen. Mert hogy itt van Marti. Hello! Akiről azt kell tudni, hogy a legmagasabb barátom. Mit kell még róla tudni? Valami jót is akarok. Geci buta. Ennyit én is el tudok mondani. És itt van Ricsi, akivel múltkor egy óriási 7 kilós hambit csináltuk. Meg egyébként, hogyha még nem látod, akkor ide-oda kattintva. Oda. Ja, kösz. Ja, meg itt van a Csengizolő, aki mindig okosabb nálam. Na, húzzuk az időt, ne húzzuk az időt. Ja, még valamit el akartam mondani, mégpedig azt, hogy a következő videóban nagyon-nagyon szükségem van rátok, ugyanis ennyi választ el minket, hogy meglegyen a 15 000. Szóval, hogyha még nem vagy feliratkozva, akkor most megnyomod szépen nekem a feliratkozást, és akkor meg lesz a 15 000, és akkor megjövetsz az Instagramon, és akkor... Martin, nem küldöm rátok. Mert hogy a következő vlogot, ami jövő héten, kedden vagy szerdán lesz? Na mindegy, a lényeg az, hogy ti fogjátok irányítani az egész esténket. De hogy mit pontosabban, azt majd az Instagramon, minden, szóval... Joel Junior DJ. Na, éhesek vagytok? Én tudod, mit tettem ma? Én Zolival reggel elmentem reggelizni, én azt a kis szendvicset ettem, és ennyi. Szóval konkrétan, mire jövök? És megenném ezt a kocsit. Tudod, mit akarok mondani? Csapjunk bele a lecsóba! 25! 25 megnegyed! Alright! I'm good enough. Ez szar volt, gyerünk. Na, és akkor most várunk. És várunk. És várunk. Ja, gyerekek, mi lesz ebben? Szia, szeretnék kérni 200 megnegetszet. 200 darab megnegetszet. Nem értem, hogy hány darabot? 200. 200 darab megetszet? Így van. Totális káoszt okoztunk a McDonald's-ba. Tényleg ezt a 10 darab kutat meg ez, vagy ez most is 12 km? Ez komoly, ez teljesen komoly. Azt hiszik, hogy csak beprengeljük őket? Mi? Nem, hogy elkészíteni kell várni, arra is várni kell, hogy fél fogják. Kérjünk még valamit? Egy light coolát. Egy zero coolát. Köszönöm. Köszönöm, Viszont. Megcsinálják. Igen, igen, még mindig. A nagyra akarunk nőni, tudod, edzés után a fehérje fontos. Köszi. Következzeni már, köszönjük a sorítvágyat. Köszi. Hamarát szóljak? Nem. Most képes bemenni külön fokhagymás szószért, pedig csak a taco szósz. Más semmi. Az még nagyobb lesz. Szia. Ja, ezek csak a szószok. Oh, ennyit szoktam kajálni. Megesszük bevárni kell, később kivisszük majd a kielőttel. Ha oda szélsz? Igen. Oké, akkor félreállok. Fogd már meg a szószt. Úristen, rendesen nehéz. Jó étvágyat! Köszi! Sziasztok! Hello! Shoppingolni voltam, gyerekek! Berakom hátra a csomagot! Apa, köszi! Na, az a titka amúgy, hogy nem szabad lassan elni, geci gyorsan. Igen, 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 mert az a lényeg challenge-nek, hogy fél óránk van rá. Fú. Na, uraim! Jó étvágyat! Az első falat még finom lesz, de a 20. már nem biztos. Hopp, vagy más falat lenni. Imádom. Táj, adnál azt, hogy jól lenni.
Én azt mondom, az egészségünk megérzése érdekében. Hagyjuk abba. Ja. Ennyit még meghagytok? Nem. Átjúlom az összes haveromat. Szóval most már te is lehet. Juhú! Nyami! De! Jó esik. Ambró. Tesó, rosszul vagy? Nagyon. Imen. Mindjárt megvan a 15K feliratkozó. Igen. Jövő héten el kéne menni megünnepelni. Mikor csináljuk ezt? Most beszéljük meg. Mikor ünnepeljük? Kedden vagy szerda? Szerda? Szerda nekem jó. Szerda. Jó. Akkor ne felejtsétek el, szerdán ti fogjátok irányítani az esténket. Csak szólok az Instagramon. Itt. Na. Köszönjük szépen meg egyszer. Na, hogy ide van az ötös. Na, csá. Éhes vagy? Na. Ha mutatod valami, nem annyira karcsú. Gyere, várunk vacsorába. Gyere. Ne kérdezz, csak gyere. Kis szószocska? Igen. Ha? Na ezt még ismételd meg 89-szer. Na, ja tényleg még be sem mutattam. A konyha malat. Tomika, mint egy szarul lennél? Hogy más szósz hoztál? Hoztam. Nem, gondoljuk azt, hogy palacsinta. Borsáfogás. Nutellás. Borsáfogás. Ez most egy kurva fél nutellás palacsinta. Már. Nem, mert sós. Nagyon sós. Innentől kezdve, aki még többet megesz, és aki a legkevesebbet megeszi, az beleugrik a medencébe. Pucélan. Azt tudod menni, Gacsi? Ennyi! A vesztes pucéron a medencében. Most vagyunk kettőnél. Csak szólok, hogy ezt megeszem, és ugrasz egy 14 fokos medencébe. Úúú, tesó, egyed! Még egy fél. Higgyétek el, nagyon-nagyon kizra, nagyon. Tomika, bekapom szalad? Ez Tomikára. Várj valami lehet, és próbálj meg. És... Azért várj valami lehet, hogy az egyszerűen a lóban is megállt. Mehetünk. It was at this moment he knew. He fucked up. Hoztál valamit, ez nagyon hideg van! Istenem, a lábad rak bele! Megfagyt azonnal! Istent fagyás! Nézzük már meg, hány fokos a víz. Pont eltaláltam. Hát ez nagyon hideg. Ez nagyon hideg, tesó. Jönnek! Oh! Mi a lábad? Olyan, mint egy szabad. Na, tesó, jó volt távol. Te mennyit teszel meg? Én mondtam, hogy hozok segítséget. Nem hagyjuk itt a kaját. Megérkeznek az emberek. Na, de szerintem én elköszönök, srácok, jó? Na, hát félig meddig elbuktuk ezt a challenge-et, de hát nem baj, kicsit kipróbáltuk a határaikat. Tomika, már megnéztem, milyen a jeges vízbe ugrani. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ne felejtjétek, jövő héten szerdán ti irányítok. Irányítotok az Instagramon minden este, úgyhogy kövessetek be, hogyha még nem tettétek meg, és remélem találkozunk legközelebb is. Puszi nektek, cső!